Március 16-áig SMS-ben is kérhető az adóbevallási tervezet postázása, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolna megyei igazgatósága. Mózsik Szilvia szóvívő elmondta, az adóhatóság idén is külön kérés nélkül elkészíti azok személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, akikről rendelkezik munkáltatói vagy kifizetői adattal. A magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók, áfás magánszemélyek és mezőgazdasági őstermelők részére is a munkáltatóktól, kifizetőktől származó adatok alapján, és ezeket a tervezeteket lehet majd, mint említettem, március 15-től megtekinteni az ügyfélkapunk keresztül. Akinek még nincs ügyfélkapuja és nem is szeretne elektronikusan ügyet intézni, az idén is kérheti az adóhivataltól a tervezetének postázását. Ezt többféle módon lehet kérni. Nagyon fontos, hogy mindegyik esetben meg kell adni a születési dátumot és az adóazonosító jelet. A tervezett postázását lehet kérni SMS-ben a 06334443-04-es számon, aztán a NAV honlapjáról letölthető formanyomtatványon, kötetlen formátumú levélben, a 1819-es hívószámon és személyesen az ügyfélszolgálatokon. Akkor sem történik tragédia, ha valaki lecsúszik a március 16-ai határidőről, és nem kéri addig az adóbevallási tervezetének postázását. Akkor fontos, hogy utána már csak majd személyesen az ügyfélszolgálatokon tudja ezt a tervezetet kikérni, vagy pedig még május 20-áig mindig ügyfélkaput nyithat igazából, akár május 20-án is, és megnézheti úgy a tervezetét az ügyfélkapun keresztül, jóvá hagyhatja azt, vagy pedig beadhat egy új személyi jövedelemadó bevallást. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni. Egészen május 20-áig van erre módunk.